Dobro večer, Lepe. Sve ja ste pitu da me... Da, evo. Evo. En tlaca dike juhala da ka zaporeže se neka zaviši vel. Dobri večer, uđe bi znam da... Ete li ne da ne šluš. Nagy bau. En finom kis hátok. Udantottan egyébként. Ja? Na, ja. Hol? Vassal nem killódok, mert már próbálkoztam, meg mit, amennyit tudok, megeszek belőle. Többi meg majd izéba. Mételepre megy, lesz egy kis pénz picula, amit el lehet inni, bazd meg. Nagy bau. Először is Mezősi Áronnak, aki minden áron segíteni akart a Bartosnak, köszönöm a pénzt, a picurát, amit nagy be egy pénteken is küldtél neked. Egyben írtad azt, hogy kitartást a hülyékkel szemben, ja drága möster, kitartást a hülyékkel szemben, folytasd tovább, én veled vagyok, fölkiáltója. Köszönöm, nagyon jól tudom, mint ahogy több millióan is velem tartanak, hogy fizetek. Nagyba. Törökországi csösemények egyre jobban most már csokozódnak, stb. Igen. Ugye... Anyád picsáját, hogy nem tudsz megállni a rohadt mozgós rohadt kapitalista szemét masinája. Na tehát az az egésznek a lényege, hogy Törökországban pár nappal csezelőtt véres puccsot hajtottak végre. Harmadik világháború kezdete ez most már. Igaz egyébként, hogy a mindenhol voltak helyi háborúk, stb., de most már egyre jobban szaporodnak. Tehát Cseh-Európában azért nem volt ennyi összeütközés, basszátok meg! Kis szanaxot. Bébeszek egy kis szanaxot. Már ma nem sokat ittam, és így remeg a kezem. Az oké. Az egésznek a főnge, ki lehet nézni nagyba, nagy apartmanbú, zaporozett, roncsombú, ki lehet itt körbe lehet nézni, bazd meg. Gyakorlatilag július közepje van, pulóveres idő van. Múlt héten, bazd meg, 40 fokok volt abban meg, 40, 43, 45 fok. Együtt az aratás, de ez csere... Együtt nagyba a csaratásnak az ideje, meg kellett csinálni a rossz időt. Eddig a fingom egyébként nem volt arról egyébként, hogy mi az, hogy fúzárium. Berohadt gabona. Azért csinálják azt az egészet, basszát, hogy menj az aratás, tehát menjen tönkre minden, és menjen tönkre a gazdaság, stb. És nagy bata, ebből következhetően be kell Spanyolországba be kell hozni a izét, búzát, stb. Meg a többi, többit, kukoricát, stb. Menjen tönkre minél több gazdának a izéja, meg mit tudom én, ez a cél, most aratás idején elkezdjük az izőnünk, jól felnőzni, esőt, rossz időt, leülést, szinte gyakorlatilag őszi időt csinálni, ugye? Hogy külföldről be lehessen hozni, itt van egy logika. De ez is logika. Tehát ezért kell csinálni,
hogy utána azt mondhassák, hogy tönkre ment minden, kész ennyi. Na, viszont egy kis aranyludat, vagy aranykácsát, aranykát. De. Tehát, minél több kárt csinálni, minél több az országba gazdaságot tönkretenni, penészesedjen le a szőlő, az anyám picsája, minden. Minden menjen tönkre, bazd meg. És be lehessen hozni Argentínából, de ez Argentina. Másik nagyon fontos dolog. Rohadt kapitalista szemétfáról, nem. Ilyen kivazott rohadt a kurva anyádat, vadd már meg már, te geci, vadd meg. Nem érzi, de hát kapitalista dupa vadd meg. Anyád a picsáját, már te szolgalelkű geci, te, vadd meg. Persze, mert itt volt kint, aztán, mert ugye itt is szoktam kint aludni, mert mit itt is cégizek, jéj, hagyta pár doboz gyufát, erre ízéleti, meg hűvös két, aztán ilyen ízi esét kapott, meg mit tudom én, egy-két kapott. Na, a másik nagyon fontos dolog, most találtam egyébként egy bizonyos fajta, napokban találtam rá, figyelmembe ajánlották, stb. Itt ilyen csarátok, stb. Egy barát, itt nagybaú, hogy valaki, nem tudom, nem mondom ki a nevét, mert ugyanis nem csreklámozom, mert nem a csreklám, tehát ez nem kereskedelmi csatorna, hogy valaki, nem tudom, hogy ki vagy, kinek a borja, kinek a nem tudom, micsoda, ilyen csirályókat rak rólam föl, meg mindig ezzel a buszpenszerrel van, stb. És az egésznek a lényege meg főtett valami csommentet is így kiollózva, stb. Elolvastam ott meg mit tudom, és bármilyen meglepülés hihetetlen. Köszönöm szépen. Spasiba, da-da-da, spasiba, já. Nagyon szépen köszönöm, mert ugyanis ezzel, tehát ez egy nagy bartosista tanítvány lehet, ugye? Mert, hogy is mondjam, tudat alatt is reklámozza a Bartost. És úgy bár én most már azért megértem egy pár esztendőt, jó nem sokat, 36-ot. A negatív reklám is reklám, sőt, a legjobb reklám a negatív reklám. Nem biztos egyébként, hogy az, hogy most mit tudom én mondjuk negatív dolgok vannak mondjuk föltéve a rajzira, a csatornára, stb. Adolf Hitler, vagy mit mondjak mondjuk Stalin, de si Stalin és mondjuk a kambodzsai Pol Pot rémtetteit is nagyon sok ember, tehát nem mindenkinek egybefüggő a véleménye, tehát bármiféle negatív figurák is, ezek nagyon sok ember imádja őket. Szereti, imádja. Na most a Bartos is egyébként ilyen, hogy megosztó személyiség, ugyebár. Tehát valakinek ez meg pont hogy a negatívrek, tehát ez pont hogy az ellenkezőjére billen. És éppen ezért köszönöm egyébként a munkádat és a munkásságodat. Tehát itt munkásságodat, hogy ezzel is hozzájárulsz a Bartosnak a egyre bővülő rajongóihoz, tanítványaihoz, stb. Köszönöm, spasziba, hogy viszont még egyszer lehet. Mennyit akartam, nagy néptanító voltam, majd még nagy bőcs jelentkezel, de itt jelentkezel, mert
Sziasztok, Bobrik Becser.